Több százmillió forint fejlesztési forrás érkezett az elmúlt években a Szabolcs megyei Geszterédre. A település polgármestere kiemelte, ez az időszak fontos volt a község életében, korábban jóval kevesebb beruházás valósulhatott meg Geszteréden. Geszteréd nagyon sok éveken keresztül nem kapott úgymondván pályázati pénzből vagy fejlesztési pénzből nagyon keveset, vagy volt olyan év, amikor semmit. Az utóbbi években viszont több százmillió közel megközelíti az 1 milliárdot, amit behoztunk Geszterédre. Tudom, ez ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem sok, mert Geszterédre nagyon sok minden hiányzik. Már most egyre kevesebb, de ennek a kormánynak a jóvoltából nagyon sok mindenfelé elágazik a beruházások. Így például a művelődési ház és az óvoda épületén is napelemes rendszert alakítottak ki. 13 millió forintból pedig a település általános iskolájának tornatermét is felújították. Az intézmény vezetését átvette a Római Katolikus Egyház. Geszteréd legnagyobb beruházása jelenleg az iskolának és az óvodának a fejlesztése. A közmunkaprogramnak köszönhetően a község belterülete is megszépült, valamint egy 50 millió forintos belterületi csapadékvíz elvezető programban is részt vett Geszteréd. Geszteréden megvalósult egy ivóvíz minőségjavító program, aminek az összköltsége 1,6 milliárd forint volt, de ebbe 14 település tartozott bele, de Geszteréd adja az ivóvíz bázisát ezen fejlesztésnek, ilyen formán rá körülbelül 100 millió forint esett. Napelemes rendszerek épültek a középületeken 35 millió forint értékben. A jövőben a külterületi utak újulnak meg, valamint elindult a Geszteréd és Nagykáló összekötő út fejlesztési tervezése. Ennek összértéke 12 millió forint. A polgármesteri hivatal mellett 130 millió forintból piac épül.